Kiszállították az első élelmiszercsomagokat a rászoruló családoknak Gyergyószentmiklóson. Nagy mennyiségű élelmiszer gyűlt össze az adományokból. Az adakozó kedvűeket idén is a Gyergyószentmiklósi Önkormányzat szociális osztálya fogja össze, amely arra törekszik, hogy minden rászorulónak jusson az adományokból. Pénteken nyitották meg Gyergyószentmiklóson az adománygyűjtőpontokat az Együtt egymásért segélyezési program keretében, és nagyon gyors idő alatt nagy mennyiségű adomány gyűlt össze. Ezekből állították össze a csomagokat a szociális iroda munkatársai, összesen 60 család asztalára juttatnak belőle. Ami nincs mindegyikben szalámi, ilyen kicsi saj, de a három cukor, a 2 liter olaj, a 2 száraz tészta, 1 kiló puliszkaliszt, 1 rizs és a 3-4 konzerv, ez alap mindegyikbe. A szociális osztály igazgatónője elmondta, több partnerszervezet azonnal csatlakozott az akcióhoz, köztük a gyulafehérvári Caritas vagy az Erdélyi Kárpát Egyesület. A néhány nap alatt összegyűlt mintegy fél tonna élelmiszerből összeállított csomagokkal először az időseket és a fogyatékkal élőket keresték fel. A gyűjtés azonban tovább folytatódik, így minden gyergyószentmiklósi rászoruló számára jut adomány az adventi időszakban.